Tisztelt kollégák! Barna Erika vagyok, a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja. Egyébként egy budapesti szervezetnél, a Kékpont Alapítványnál dolgozom, és addiktológiai konzultáns vagyok. Az elnökségünk nevében őszintén mondhatom, és ez tényleg azt gondolom, hogy fontos, hogy ennyien összejöttünk, akik itt voltak 2 évvel ezelőtt, és azok tudják, hogy milyen nagy tömeg volt, akkor alig fértünk el itt a Törösi teremben. Hát majd értékelni fogjuk, hogy miről szól ez a mostani csekélyebb megjelenés, de kaptunk olyan híreket, hogy bizony a vidéki kollégáknak nagyon meg kell gondolni, hogy az úti költséget, azt ugye mire szánják, és ezen a héten több konferencia is van. Részemről ezek egyáltalán nem a kisítőség vagy a pesszimizmus szavai, nézzük reálisan a helyzetünket. Egy olyan szakmában dolgozunk valamennyien, amelynek valamennyi területén abban hiszünk, a prevenciótól a reintegrációig, hogy rendszer szemléletben kell értelmeznünk a problémát, és segítenünk a változást is. Miközben mi magunk pedig, hát egy kicsit lógunk a levegőben. Imáron már 3. éve van, de még sincs még nemzeti drogstratégiánk. Mondják, hogy az csak egy dokumentum, a terepen dolgozók nem papírból tanulják a szakmát. Márpedig, hogyha nincsen stratégia, akkor nincsen jövőkép. Ha pedig nincsen jövőkép, akkor az intézkedések a lehetőségeknek vannak alárendelve, nem pedig a szükségleteknek. A stratégiai dokumentum a társadalmi megegyezés egyik manifestuma, tehát szerencsés esetben abból születik, úgy él tovább, akciótervében folyamatosan reflektál magára, monitorozza az eredményeket, levonja a levonnivalókat, és hogyha kell, akkor irányt is tud közben váltani. Egészséges szenvedélypolitika világos irányok és keretek nélkül nem létezik. Ahogyan egy segítséget kérő klienssel sem kezdünk bele úgy az együttműködésbe, hogy azt mondjuk neki, oké, próbáljuk meg, beszélgessünk hetente 2-szer együtt, majd SMS-ben megírom, hogy hol és mikor találkozunk, aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. A 2012-es év és a 2003-as év eddigi 4 hónapjában is nagyon sok volt a bizonytalanság a civil szervezetek körében. Az egyik legfontosabb szintéren, az iskolában, csak szórványosan, alig vannak prevenciós programok jelen, azok is csak adhok jelleggel. A kollégák, akik többnyire diplomásak, egyedül vagy párban dolgoznak, nem ritka a bruttó 2000-3000 forintos óradíj sem. De általában ezek a civilek mégis elvállalják ezeket az iskolai prevenciós foglalkozásokat, nagyon gyakran még ingyen is, mert úgy vannak vele, hogy a kapcsolat többet nyom alatba, mármint az iskolai kapcsolat, és ne csinálja olyan, aki többet árt, mint használ. Most még nagyobb sajnos a csend az iskolákban, mivel azok átkerültek a kormányhivatalokhoz, és az együttműködések szolgálati útja nem mindig tiszta. A prevenciós programok akkreditációja már nagyon régen várt változás, erről ma még lesz szó, üdvözöljük, örülünk neki, hogy lesz akkreditáció, ezt teljesen komolyan mondom, a minőség ellenőrzés fele vezető útnak ez egy nagyon fontos állomása. Kár, hogy még sok a kérdés, nyílt nap pedig 17-én lesz majd az Országos Egészségfejlesztő Intézetnek a szervezésében, és a benyújtási határidő az akkreditációban ebben az etapban május 31-e. A drogalternatíva típusú programokat támogató uniós TÁMOP programok, az 5.2.5-re gondolok, ebben az évben kifutnak, hogy lesz-e folytatás, arról még nem tudunk. A prevenciós szervezetek támogatása továbbra sem top téma az adományozók között. Igaz, a Magyar Adományozói Fórum egyik díjkiosztályán hallottam magától, Balogh miniszter úrtól azt a megjegyzést, hogy talán a cégek társasági adóján keresztüli sporttámogatáshoz hasonlóan kellene enyhíteni a jövőben az egészségügyi és szociális projektek anyagi problémáin is. Ez az állapot, amit itt most nagyon röviden leírtam, jóval erősebb érdekérvényesítést vár el tőlünk is. A madász lassan állandó levelező partnere lett a minisztériumnak és a pályázatkezelőnek. Elsősorban a pályázati források elakadásáról, a szervezetek anyagi ellehetetlenedéséről írtunk és kérjük a partnerséget. Legutóbb éppen a napokban véglegesítettük a statisztikánkat, ez egy belső statisztika, ami szerint a 30 tagunkból jelenleg 19 szervezetnek összesen 20 nyertes, úgynevezett előfinanszírozott pályázata nincs kifizetve, holott pontosan 8 nap múlva, május 15-én van ezeknek a programoknak a futamzárása, tehát addig le is kell zárni már ezeket a projekteket. Még tavaly véleményeztük a BTK módosításra irányuló tervezetet, novemberben pedig összernyő szervezeti petíciót írtunk a cenzurázott országos drogjelentés kapcsán. Most a maradék pár percben nem szeretném ezt a problémalistát hosszan folytatni, más dologról szeretnék beszélni, ami engem is és az elnökséget is az utóbbi időben nagyon sokat foglalkoztat, és biztos vagyok benne, hogy a szervezetek falain belül is téma ez. Ez pedig sokkal inkább az önreflexióról szól, mert igaza volt az államtitkár helyettes úrnak, hogy az önreflexió, az önvizsgálat, az együttműködéshez nagyon szükséges. És a kérdés pedig talán úgy tehetném fel, hogy lehetséges-e
egy valódi paradigmaváltás a drogszakmai civil szervezetek működtetésének és érdekérvényesítésének szemléletében is, hogy képesek vagyunk-e mi magunk is megváltozni, mert a megváltozott körülmények között ugyanazok a bejáratott módszerek egészen biztos nem visznek sikerre. Tavaly ősszel a MADASZ rendezett egy konferenciát Öngondoskodás, a változás és megújulás szükségessége címmel, amely találkozón egy messziről, de azért nem nagyon messziről jött ember, Jász Krisztina, szociológus kutató, egyetemi docens, arra ösztönözte a szociális munkásainkat, akik talán a legtöbben vannak a mi területünkön, hogy ők legyenek a változás ügynökei. Nekem ez akkor azt jelentette elsősorban ott, hogy segítőként ne higgyük el, hogy pont olyan bénultak vagyunk, mint az az ember, aki már a krízis vonalat hívja. Aki valójában nem azért adná fel, mert éppen elvesztette a munkáját, a családját, a lakását vagy az egészséget, hanem azért, mert azt érzi, hogy egyszerűen már nem kompetens a saját életében. Nekünk abszolút vannak mozgósítható készségeink, csak sokat ebből nem használtunk az elmúlt években ki eléggé. Kivételes helyzetben vagyunk, amennyiben egy óriási komplex tudás összpontosul nálunk. A legtöbb szervezetnél együtt dolgoznak szociális munkások, pszichológusok, orvosok, társadalomtudósok, jogászok. Nem hiába alakult úgy, hogy a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején ez az egyik legprogresszívabb terület volt, tehát bennünk van a lehetőség most is. Ne elégedjünk meg már azzal, hogy a társadalmi attitűd vizsgálatok a pirézekhez hasonló fiókba teszik a drogfogyasztót, és rendre csak a stigmák érvényességét a fogyasztóval szembeni elutasítást mutatják. A szenvedély politikánként érzett közös felelősség érzését nem fogjuk tudni felkelteni a társadalomban, az úgynevezett többségi társadalomban, hogyha párhuzamos valóságainkban maradunk, és elfogadjuk, hogy egy szőnyeg alá söpört probléma láthatatlan és vagy démonizált érintettjeit képviseljük. Igen, a szerfogyasztás illegalitása megköti a kezünket, de mégis az általunk képviselt célcsoportok láthatóbbá tétele erősítheti a mi érdekérvényesítésünket is. Nekünk kell megteremtenünk a diskurzus alapjait. Nekünk kell elérnünk azt, hogy a szcientológusok helyett mi legyünk ott az iskolákban, akkor is, hogyha mi programjaink bizony pénzbe kerülnek. Nekünk kell elérni, hogy a szórakozóhelyek biztonságosabbá tételét ugyanúgy ügyének tekintse az üzleti szektor. Nekünk kell a HR-eseket meggyőzni arról, hogy a munkahelyi egészségprogramok nem maradhatnak a dohányzás leszoktatás, a kalóriamérés és a szondáztatás szintjén. Sokkal több sorstárs program is kell, szükség van a nyugaton már együttműködő szereplőkként számon tartott és nagyon hangsúlyos szereplőkre, a pírekre, a laikus segítőkre, akik egy újfajta látásmódot, új energiákat vihetnek a rendszerbe. Szükség van az önsegítés, az öngondoskodás facilitálására, és a szervezetek financiális működtetésében is felelősen, de új formákkal kell most már kísérleteznünk. És van még egy másik, mostanában sokakat foglalkoztató kérdés, hogy a szükségletek jelzésében vajon milyen hangnemet üssünk meg, vajon milyen legyen az a kommunikáció, amellyel egyrészt egymás fele fordulunk, másrészt a kormányzat fele. Hát nem vagyunk egy magunkat a minisztérium épületéhez láncoló civil társaság, azért ezt lássuk be, ez tény. Sokan félünk a konfrontációktól, féltjük szervezeteinket, és azt is, amit már létrehoztunk, ezért azt szoktuk mondani, hogy tartózkodunk a politikától. De vajon eléggé kivilágított-e minden esetben a politika és a szakpolitika határa? Ha azt halljuk, hogy a szociális szektorban óriási problémák vannak, nem találjuk a pénzt, és mégis közérdekű adatok hozzáférése a tervek szerint korlátozódhat a jövőben, akkor ez ellen tiltakozni vajon politikai kérdés, vagy szakmapolitikai? Ha a miniszterelnök úr évértékelőjében aggódik a designer drogok robbanásszerű megjelenése miatt, de a napokban arról kapunk hírt, hogy a bűnügyi szakértői és kutatóintézet kritikus kábítószerek és designer drog hatóanyagok tartalmának fokozott monitorozása című projektje a finanszírozás hiánya miatt ismét felfüggesztésre kerül. Ha mi elől tiltakozunk, akkor vajon ez politikai kérdés, vagy szakmapolitikai? Hát nem akarok sokat beszélni, úgyhogy ez bőven elég lesz az egy perc. Az elmúlt év után a MADASZ-ban mi már pontosan tudjuk, hogy ezek a kérdések, amelyeket itt megpróbáltam összefoglalni, ezek nem halogathatók, és ebben együtt kell döntenünk, hogy merre tovább, hogy hiszünk-e egyáltalán ebben a paradigmaváltásban, és akarjuk-e ezt. Én kívánom magunknak, hogy a mai szakmai találkozón, részben itt az előadáson, a fórumon, az előadásokon, és kint a szünetekben is, mert azok is egy nagyon fontos, hasznos időt jelentenek ilyen találkozók alkalmával, legyen módunk erről együtt beszélgetni, gondolkozni, vitatkozni. Köszönöm szépen a figyelmet!